vegyék hát, gyere add fel a fényt. Végre itt vagyunk, a pillanat miénk. Kínálatunk, zene, színház és tánc. Felünk a kulisszák mögé is belát. A komédiás csak a színpadon él, de a reflektor fényében csodát ígér. Hogy örömet hozhat sok elárult szívre, s téged is arra kér, gyere tapsolj velünk! Szép estét kívánok, hölgyeim és uraim, innen a Budapesti Operett Színházból. Ahogy ezt már megszokhatták, én itt vagyok, és pillanatokon belül erre a székre is ráül majd egy rendező, ugyanis kettő darab rendezővel is beszélgetek, mert hogy kettő darab bemutató lesz itt nem sokára a Budapesti Operett Színházban. Az egyik a nagy színpadon, a másik a Raktár Színházban. Egy operett és egy musical. Sibyl és Virágot Algernonnak. Ez egy folyamat, hogy olvasod a könyvet, mert ugye gyorsan kell elolvasni, és egy nap alatt olvasod, és ennek a montázsát kéne lássam. És vetkőzik, közbe fogja a könyvet, veszi át a másik kabátot, izélde, olvassa a könyvet erre a zenére, és a legvégén van az összetalálkozás, jó? Virágot Algernonnak. Ki az az Algernon? Egy fehér egér. Egy fehér egér, akinek kísérletet végeznek el. Egy olyan kísérletet, amitől közel háromszorosára nő az IQ-ja, és még Isten tudja, hogy hol a határ, és tulajdonképpen segíteni szeretnének azokon a hátrányos helyzetű, illetve tanulásban akadályoztatott, illetve szellemi képességeikbe korlátozott embereken, akik valami olyan típusú agyi traumát szenvedtek, mint például a Virágot Algernonnak főszereplője Charlie Gordon. És tulajdonképpen az első, akin kipróbálják ezt a kísérletet, az maga ez a fehér egér, majd utána pedig az emberkísérletek első alanya, Charlie Gordon, akit te fogsz játszani, Máté. 1978-ban volt ennek Amerikában a bemutatója, az ős bemutatója, és most lesz a magyarországi ős bemutató. Hogy lehet, hogy közel 89-ekét 40 éven keresztül elkerülte a magyarországi zenés színpadokat ez a darab? Ősbemutató lesz. Szerintem azért, mert a téma nagyon-nagyon kényes. Nagyon-nagyon kényes, és nem is került be a fókuszba eddig, mint egy olyan lehetőség, amelyből musical tud készülni, vagy egyáltalán a feltételezés a dolognak, hogy musical tud belőle készülni, az megszülethetett volna. Én nem tudtam róla, hogy van ez a musical. Én is féltem a témától, el nem tudtam képzelni egészen addig, amíg el nem küldték a hangzóanyagot, illetve el nem küldték a könyvet, hogy ez milyen lehet, mint egy musical. És örömmel konstatáltam, hogy a filmszerűségében és a könyvnek és a filmnek valami olyan egy elegyét adja, ami tényleg alkalmas arra, hogy ebből egy zenés darab szülessék, és a zene egyszerre nagyon-nagyon tudja támogatni ezt a dolgot, tehát van az a funkciója, amikor megérte megírni ezeket a dalokat, tehát hogy van az a pillanat, amikor már a prózán túl elérkezik a dal ebbe a musicalbe,
És vannak olyan jelenetek, ahol nagyon keményen, mint a támfal a kertnél, tehát vagy akármilyen földmunkánál, támfalként ott van mellettünk, és segíti és kiszolgálja a prózai jeleneteket. Nem is nagyon szokták ennyi szereplővel játszani, ahogy most ezt mi tesszük meg a Budapesti Operettszínházban, hiszen 10 szereplős ugye a darab, és pluszban még hozzájön 6 ensemble, hölgy és úr, 3-3 hölgy és úr, akik reményeim szerint leképezik a teljes társadalmat. Tehát úgy vannak kiválogatva a figurák, hogy a különböző társadalmi osztályok jelenjenek meg, akik természetesen véleményt formálnak Charlie Gordonról valamilyen szinten, és ezt Charlie Gordon egy idő után ugye fel is fogja, hogy róla mi a véleménye a társadalomnak. Tehát egyfajta ilyen társadalomkritika is ez az előadás. És láttam én ezt monodrámaként, és nagyon kíváncsian várom, hogy tőlünk nem messzire a játékszínben, hogy fogják prózába bemutatni. Itt az elemzés! Kétszázadik oldalig se jutottam. Mi soha? Hát akkor elmondom, hogy mi volt utána. Inkább elolvasom. Hogy André hazba megy, mert német háborúba rá, mert jön Napóleon és hazban ott a Nyikolaj. Milyen az nincs, mert mi herceg lányát vett el, és visszament a birtokán, aztán ott még el. Az a csapat, akivel dolgozunk, az nagyon-nagyon arra van ítélve, hogy egy nagyon-nagyon jó előadás szülessen ebből, és még az elején vagyunk. Útkeresés közben vagyunk, mi is a labirintusunkat járjuk, mint Algernon és Charlie, ugye a darab szerint, illetve a regény szerint is, és minden adott ahhoz, hogy egy jó előadás szülessék. Tehát izgalmas dolog az, hogy tulajdonképpen 3 különböző, ha lehet így fogalmazni, színházi kultúrából érkezünk. Most már nem árulok el titkot, hogy a te tanárnénid Földes Eszter lesz, aki ugye a Színművészeti Egyetemen végzett prózai szakon, illetve utána Fehérvártól kezdve csomó helyen láthatta őt a magyar közönség. Most szabadúszóként erre a kalandra áment mondott itt nálunk, és nagyon örülök neki. Nem titkolt szándékom volt, hogy egyszer édesapjával együtt egy színpadon láthassam, mert Földes Tamás viszont ugye Franket, a te egyik ellenlábasodat alakítja ebbe a darabba. És hát nagyon izgalmas az, ahogy a Pesti Magyar Színház két volt művésze, Sipos Imre, illetve Auxévi is játszik a darabban, és hát ugye Szabó P. Szilveszter, Nádasi Veronika, Páfalvi Attila, Németh Attila, Gömöri András Máté. Ennek a darabnak van egy adott zenei hangszerelése, de ha jól tudom, akkor Balassa Krisztiánnal, a darab zenei vezetőjével ez teljesen meg lesz bolondítva, kicsit új stílusokat kapnak számok, illetve kevesebb zenész lesz. Hát lesz hangszerelve a darab. Mindig, amikor egy ilyen kis térbe kerül, és az a kísérleti ékszerdoboz, egyszerűen vannak olyan körülmények, amikor azt kell mondanunk, hogy igen, akkor valami az adott helyre kell kitalálni azt, hogy hogyan tudjuk úgy megváltoztatni akár a hangszerelést, akár a különböző dolgokat, hogy az a javunkra váljon. Azt gondolom, hogy 2015-ben már másfajta hangzásvilágra vágyik az emberi fül, és kicsit rokkosabb, kicsit
nem mondom, hogy popposabb, az direkt kerülöm, mert a fő domináns történet azért itt a jazz, az improvizációs jazz, és azoknak a különböző féle és fajta megnyilvánulásai, én ezt hallom benne, ugyanakkor meg kell tartani a swinget, de mindez rock hangszerekkel, egy rockbandával, és pluszban még kiegészítő hangszerekkel, hangszínekkel, egy egészen mai 21. századi valami tud lenni, illetve van egy csomó olyan, nem egy csomó konkrétan, egy nagyon-nagyon hosszú szám, ami a fejlődési folyamatodat próbálja bemutatni, Charlie Gordon okosodási folyamatát próbálja bemutatni, ami egy kőkemény rap szövegre alapul. Egy Jackie nevű úr, egy fethetetlen gentleman, és most jön, ami új, ő kitalált egy gyógyszert, és ettől kiabált. Mert többször volt a gyógyszer, és így lett ő, Mr. Hágy, nos hágy, maga az ördő. Ő a megtestesült rossz. Egy kosba tölt elég, akit a bűn a mocsok volt. Majd nagyon vett egy képviselő fejét, bezúzta. De visszavette Jackie Lee, így simán frankon megúszta. Oh. Ilyen gyógyszer nincsen. Persze, csak mese. Akkor pláne gázol, hogy a kamu a fele. A kamu a fele. A kamu a fele. A kamu a fele. És ettől kezdve egyszer Jackie Hyde a másodnak egy jó barátja látja ezt a szívrohamot kap. Már nem tudja, hogy mit művel, hogy merre van ki. A doktor már csak annyit tudsz, hogy hát ez a dúlt. Ez a dúlt. A labor, a laborjából zárkózik ki zsírét levelet, majd ön kezével látnom véget veszt életének. Simplifikál egy kissé. Simplifikál? Talán rossz a szó. Mi most eljöttünk arra, hogy ez ma már máshogy tudjuk csinálni. Egy csomó minden olyan ritmus képletet, eltolást tudunk benne alkalmazni, ami közelebb áll hozzánk. Nem beszélve arról, hogy ezen, hogy az ember hogyan ritmizál, jól lehet mutatni a fejlődési fokát is. Ugye, Máté? Na, és a lényeg az, hogy, ez az egyik legizgalmasabb zenei pontja lesz. Az olvasópróbán nem is titkolom el, sokan feltették a kérdést, hogy na jó, hogy lesz ebből sikerszám? Hát majd meglátják. Gyere, tapsolj velünk! Mennyi idő alatt jöttünk? 3:12 felső. Szerintem Borcsakov vagyok, az igazgató helyettes. Rendkívül örülök, hogy... A hercegnő a szobájában van? Már elment a bálba. Mennyi idő alatt? 3:12 felség. Szerintem Borcsakov vagyok, az igazgató helyettes. Rendkívül örülök, hogy... A hercegnő a szobájában van? Már elment a bálba, pár perccel ezelőtt. 3:12 felség. Szép. Borcsakov vagyok, az igazgató helyettes. Rendkívül... Miről szól a Sibyl, illetve miről szól a Sibyl Szabó Máté rendezésében? Hát a Sibyl egy nagyon, nagyon komoly titkát tárja fel tulajdonképpen a szerelemnek, amivel magunk sem szívesen szembesülünk. Mégpedig azt, hogy nem kell hozzá puk, mint a Szent Iváni álomban ahhoz, hogy egyik pillanatról a másikba valami nagyon furcsa és nagyon nehezen feldolgozható változás álljon be az ember érzelmeiben. Ez a darab tulajdonképpen egy elszakadás történet, ami talán minden ember számára ismerős, amikor valakivel az ember még érzi a szerelmet, de az agya tudja, hogy ez a kapcsolat nem fog működni. És általában az ilyen történetek el tudnak nyúlni hónapokig, évekig, évszázadoknak tűnő évtizedekig, és valami kell hozzá, valami másik impulzus, ami segíti az embert abban, hogy dönteni tudjon. Ebben a történetben a Sibyllel ez történik. Van egy szerelme a Petrovval, aki egy katona, ő pedig egy színésznő. Ebben a darabban ez nagyon komolyan van véve, hogy több mint száz évvel ezelőtt, de hát ahogyan ma is, társadalmi skatuják között nem mindig van átjárás. Ezt tudja a Sibyl, hogy ezzel a katonával, Petrovval, ez a kapcsolat nem fog működni, mert valamelyiküknek nagy áldozatot kell hoznia. Vagy katona nem lehet az egyik, vagy színésznő nem lehet a másik. És egyszer történik egy véletlen, amikor neki ki kell adnia magát nagy hercegnőnek, és annak érdekében, hogy megmentse a érte magát kockázatos helyzetbe hozó Petrovot,
ennek érdekében nagyhercegnőnek adja ki magát, de az történik, hogy megérkezik a nagyherceg, akinek viszont kapóra jön ez a pillanat, hogy saját szintén nem a legoptimálisabb állapotban lévő kapcsolatát egy kicsit, vagy kapcsolatából egy kicsit, hát nyaraljon. De lehet, hogy számára is több ez. És tulajdonképpen kelepcébe zárja a saját kelepcébe a Szibilt, aki mint nagyhercegnő ilyen szerepet még nem játszott, illetve az élet ennyire még nem szivárgott be a színházába, amit eddig valószínűleg játszott. És hatni kezd a Szibilre a nagyherceg. És ez hozzásegíti ahhoz, hogy gyakorlatilag ő maga is szembesül azzal, hogy egyik pillanatról a másikra ugyanazokat az érzelmeket, amiket szenvedélyesen érzett valakiért sok évig, azt most hirtelen elkezdi érezni valaki más iránt. Persze tudja, hogy a nagyherceg nő helyébe ő nem léphet, és szembesül azzal, hogy ez mit jelent, milyen ezek az érzések, ezek milyen gyorsan változnak az emberben, és ezt akarjuk megsegíteni az egész darab alap keretével is, hogy egy idős valakiné tekint vissza, mert sok év után tulajdonképpen már jobban tudjuk rangsorolni az életünkben, hogy mi volt fontos és mi nem. Parancsolom. Majd én elviszem. Mondja azt, hogy nem találtam. Velem meg nem találkozott. Megértette? Igen. Lelépett. Testőr. Művészpár. Vasút. Mi a fene folyik itt? Ez nem is az ő parfümje. Különös. De jó parfüm. Kezd a dolog érdekelni. Kifejezetten érdekelni. Menjünk, uraim! Menjünk! Hova is? A kormányzósági palotában lesz. Köszönöm. Menjünk a bálba! Mennyire klasszikus operetta, Szibil? Tulajdonképpen ma valamiért annak tartjuk, de ez a korábban ez egy rendkívül formabontó műnek számított, és tulajdonképpen bizonyos értelemben most is, ha azzal kezdem, hogy tulajdonképpen két primadonna van, és két bon vivant, az tulajdonképpen épp elegendő módon megmagyarázza, mert ebből származnak a konfliktusok, és ráadásul a szubrett is átigazol primadonnának egy rövid időre, ami hát kétségbejtő helyzetbe hozza a táncos komikust. Tehát tulajdonképpen egy táncos tragikussal van dolgunk, de rengeteg humor zajlik ebben a műben, tehát tulajdonképpen ez egy élettől kicsattanó, rendkívül sok, a bölcs humortól kezdve a teljes őrületeken keresztül végig zajlik tulajdonképpen minden, tehát az ember gyakorlatilag egy olyan fajta anatómiáját látja ezen a furcsa asztalon ennek a szerelem dolognak, amitől valahogy hát hahotával együtt néz a tükörbe, tehát itt gyakorlatilag reveláció az önmagában a darabban, hogy mennyire kiszolgáltatottjai vanunk ennek a teljesen furcsa érzelemnek, ami teljesen hasonlóan nyomorult, tehát ez viccesen nyomorult el mindannyiunk. Szeretsz operettet rendezni? Nagyon szeretek. Számomra fontos az operett. Én is ahhoz a generációhoz tartozom, akik bérlettel ültek be az operára, meg az operettre annak idején, és megvolt az a... Én kaptam olyan impulzusokat, amik engem áthelyeztek egy másik szférába. Ebbe a szférába, ahol az ember az operettel valóban találkozik. Tehát amikor valós helyzeteket lát az ember, akkor, és azokat nagyon ihletett módon zenéli körbe a zeneszerző, akkor nagyon-nagyon
komoly hatás éri az embert, nagyon komoly érzelmi hatás. Egyszerre rálát valamire és megért valamit, és egyszerre nagyon szenvedélyesen érzi is azt az érzést. És amikor én ezt megéreztem annak idején, azt az érzést én nagyon keresem, hogy hogyan tudom hasonlóan létrehozni hasonló vérletes emberek számára, akik később majd ugyanezt fogják mondani, mint most én. Elme? Vagy itt marad? Egy Petrol nevű szögret rendőr testőrtiszt miatt? Letartóztatja. Letartóztatja? Az túl könnyű lenne. Az túl könnyű lenne. Mindkettő? Én enélkül is meg tudom magát győzni. Én enélkül is meg tudom magát győzni. És a felesége? A felesége? Mi van a feleségemet? Szívé. Ugye nem, nem maga fog engem, ugye nem maga fog engem a tisztességre tanítani. A tisztességre tanítani, mert akkor nagyon most nagyon megijedtem. És hanyatlanul elszaladok innen. Szerintem ne legyen olyan józan. Szerintem ne legyen ilyen józan. Mert akkor nem érzi, hogy milyen lehetőséget kaptunk a sorsból. Mert akkor nem érzi, hogy milyen lehetőséget kaptunk a sorsból. Szokott bármire gondolni? Szokott bármire gondolni? Én most bármit megadhatok magának. Mert én bármit megadhatok magának. Nézze csak, mit rendeztem. Nézze csak, mit rendeztem be. Kint hullahó. Kint hullahó. Ideben búg a szamovár. Ideben fütyül vagy búg a szamovár. Búgok én is. Búgok én. Már ketten búgok. Már ketten búgok. Picit mosolyog. Picit mosolyog. Észrevettem. Észrevettem. Hát nem gyönyörű? Hát nem gyönyörű? A kanadó. Én énekelek. A parázs. Parázs. Hölgyeim és uraim, ilyen az, amikor a semmiből lesz valami, szó szerint. Se díszlet, se jelmez, se dallamok, se szövegek még a szánkon, illetve a tudásunkban, de aztán egyszer-egyszer csak úgy megjön, összeszedjük, megtanuljuk, lepróbáljuk annyiszor, hogy egyszer csak önök elé tárhatjuk. De hogy ezek még milyen folyamatokon esnek át, azokat is meg fogjuk mutatni. 2 hét múlva, 4 hét múlva, 6 hét múlva, egészen a bemutatókig. Addig is vigyázzanak magukra és vigyázzanak egymásra. Szép estét, viszontlátásra! Üdjék át, gyere add fel a fényt! Végre itt vagyunk, a pillanat miénk! Kínálatunk, zene, színház és tánc! Felünk a kulisszák mögé is belátsz! A komédiás csak a színpadon él, de a reflektor fényében csodát ígér! Hogy örömet hozhat sok elárult szív!